Sziasztok, a tekintő.hu-t nézitek, én Ádám vagyok, és Barcelonából az MBC 2016-ról jelentkezünk az új Alcatel Pop 4 középkategóriás készülékkel, ami 5-szoros HD IPS kijelzővel jelenik meg, 5 pontos kapacitív érintéssel. A telefon kijelzője, ahogy mondtam, IPS paneles, az elég jó fényerővel rendelkezik itt így showroom körülmények között, illetve a betekintési szögek is teljesen vállalhatóak, teljesen szépek. A kijelző körül, hogyha megnézzük a keretet, nem annyira nagyon vékony. Felül van egy hangszórunk, előlapi kameránk, ami 5 megapixel, tehát selfie-nek kedvez, és az is, hogy került egy előlapi vaku is a telefonra, tehát selfie készítésekor jól jöhet. Amint látható, az előlapi gombok, amelyek a kijelző alá kerültek és kapacitív érintés technológiával rendelkeznek, világítanak. Főleg a két szélső, illetve a középső nem csak világít, hanem itt fel is van festve ez a gomb. Oldalról megnézve a készüléket 7,99 mm, tehát viszonylag vékony, felül van bekapcsoló gomb, alatt a hangerőszabályzó gomb, van egy mikro USB-nk alul, valamint egy mikrofon telefonbeszélgetéshez, felülre került a jack csatlakozó, és itt van egy zajszűrő mikrofon is, ahhoz, hogy jobb minőségű legyen a telefonálás közben a hang. A műanyag hátlap oldalirányú szálcsiszolást kapott, ez éppen egy szürke színű, de elérhető számos más színben is. 8 megapixeles a kameránk a hátlapon, ami kapott külön vakut, alul pedig itt van a hangszóró. A hátlap levehető, ezzel lehet igazából a színeket is variálni akár utólag. Itt látható a hátlap alatt 2500 mAh kapacitású akkumulátorunk van, ami kivehető. Ez egészen jó méret 5-szoros készülékben, microSD, microSIM kártya helyezhető bele. Ez egyébként elérhető lesz várhatóan dual SIM kiadásban is egyes régiókban. A készülék 5-szor HD kijelzőjét 4 magos Qualcomm 1,1 GHz-es processzor hajtja meg, ezen kívül 1 GB RAM-mal és 8 GB háttértárral szerelt az eszköz. Van Android 6.0, tehát egy teljesen friss rendszerünk, ami majdnem teljesen stock felülettel rendelkezik. Minimális változtatásokat eszközölt az Alcatel. A telefonon látható, hogy 6.0.1 kiadásunk van, azaz a legutóbbi Android verziót kapjuk. Ha belemegyek a memóriába, akkor láthatjuk azt, hogy 577 MB használt, 321 MB szabad, azaz 64% az átlagos használtság az elmúlt 3 órában, ami azt jelenti, hogy nem is túl sok memória, de azért marad majd alkalmazások futtatására, illetve középkategóriában ez elegendő is. Van 4G LTE támogatásunk is, ami még fontos. Ha megnézzük a kamerát, itt a hátlapi kamera az autofókusszal rendelkezik. Ez nem mondom, hogy túl gyors, picit lassú. Képminőség egyébként nem olyan rossz, itt egészen jól ránagyítva és viszonylag részletes tud maradni, itt már azért kicsit zajosodik a kép, de mivel egy olyan sok középkategóriás készülék a Pop 4, emiatt az egyáltalán nem nevezhető problémának. Nézzük meg, váltunk az előlapi kamerára, ami egy picit lassú, valószínűleg még a szoftver nem friss, mert hogyha a különböző kis bőrjavító funkciókat letekerem, akkor láthatjuk, hogy az előlapi 5 megapixeles kamera egyáltalán nem olyan rossz, illetve itt még vakut is be tudok kapcsolni és aktiválni, ekkor készül egy kép, ami elég jól megvilágítja az arcot, illetve egyáltalán nem rossz a képminőség, amit készített, selfie-kre is teljesen jó lehet az új Pop 4. Ez volt tehát innen Barcelonából az MBC 2015-ről, 2016-ról az Alcatel Pop 4 bemutatója. Kövessétek továbbra is a Tech2-t, sziasztok!